A kreatív séf Nagy Eszter konyháját a konyha.hu álmodta meg. Az ételekhez a húst a széles húsüzlet biztosítja. Üdvözlöm Önöket! Tétről egy újonnan nyíló benzinkútról jelentkezünk. Én azt gondolom, hogy elfogultság nélkül mondhatom, hogy ez az ország jelenleg legszebb benzinkútja, és itt fogunk ma főzni. Sziasztok! Szia Rita! Alig láttam, hogy főzhessünk egyet együtt a Timivel meg veled. Annyira szemtelen leszek, de én most keltem föl nemrég, úgyhogy megtennétek, hogy főztök nekem egy kávét, mert hallottam, hogy mennyire jó kávé. Készítünk neked kávét, igazad van, tudom, ezt én is hallottam a srácoktól. Ezt bántottam, még én se tudtam. Hallottam, hogy elég komoly tanfolyamot végeztetek, úgyhogy azért is szeretném megkóstolni, hogy milyen kávét készítetek. Presszó kávét általában a sötétebb pörkölésű kávénkból készítjük, egyébként mind a két fajta kávénk 100% arabika, és Brazíliából érkezik, és az első magyar barista akadémia, vagyis hát Hungarian Barista Academy Győrben, tanultuk a barista szakmát, illetve tőlük szerezzük be a kávét. Egy-két dolgot tudok a kávékról, de a nézőkedvéért elmondott, hogy nagyjából a világos meg a sötét pörkölésű kávé között mi a különbség? Legalábbis ízben, hogyha majd egyszer ide jönnek hozzátok, akkor tudják, hogy miért kérjenek. Sötétebb pörkölésű kávénk az egy savasabb jellegű ízvonalat képvisel, nem annyira az a keserű, ami a tipikus olasz eszpresszók. A világosabb, ez sem teljesen világos pörkölés, hanem ez egy közepes pörkölésű kávénk, az pedig remek ízvilágot ad a teljes kávékkal. Nagyon jó illata van. Én ezt felviszem magammal, és megkérem a Timit, hogy főzzön velem egyet. Mit szólsz? Gyere, tarts velünk, te is! Készítettek egy kofit, megyek enni! Oké. Okay. Mesélj valamit Timi erről a kútról, hogy hogyan sikerült ezt így... Ez nem egy franchise kút ugyanis, hanem egy saját benzinkutatok. Az átmenő forgalom miatt gondoltuk, hogy létrehozzuk ezt a benzinkutat, bisztrót, kávézót, és a helyi fiataloknak is egy olyan hely szeretnénk lenni, ahova be tudnak ülni egy kávéra, egy szendvicsre, egy croissantra. Igen, pont kérdezni akartam, mert ahhoz képest nagyon nagy lett a bisztrótok, és nagyon-nagyon menő, hogy tényleg azért nem egy szokványos benzinkuti étkező. Igen, szerettünk volna több lenni, mint egy benzinkút, nem szerettünk volna egy franchise-ra sem hasonlítani. Szerettünk volna helyben létrehozni egy olyan létesítményt, ahol szívesen beül mindenki, akár az átmenő forgalom, akár a helyiek. Láttam egyébként, hogy lennektek vannak ilyen speciális saját szendvicseitek, ilyen kéz, tehát nem azok a szokványos, tényleg nem csak a benzinkút más, hanem a szendvicseitek is. Én azért most hoztam nektek egy olyat, ami az én kedvencem, remélem, hogy szeretettel fogadjátok majd. Ez egy lazacos, nagyon egyszerű, igazából meleg szendvics, félig meleg szendvics, ami bazsalikumos olajjal fog készülni, hát akkor készítsük el most együtt. Eredetileg ezt a szendvicset bazsalikom pestoval készítettem, de most egyszerűen egy bazsalikomos olajat fogok hozzá készíteni magok nélkül. Jó apróra összevágok bazsalikomot, de ha valakinek otthon van turmixgép, akkor nyugodtan össze is turmixolhatja. Én most ezt egyszerűen apróra vágom, majdnem hogy pépessé, és úgy fogom összekeverni olívaolajjal. Mennyire célszerű ilyenkor apróra vágni a zöld fűszert? Ez ízlés dolga igazából. Annyira krémesen nem akarom, mert akkor túl sok kerülne. Tehát, hogy egy pépet csinálok belőle, akkor lehet, hogy túlságosan sokat tudok kenni a szendvicsre. És azért nem mindenki szereti a bazsalikomot, elég erőteljes íze van. Rakok rá egy kevés olívaolajat. Meg mivel most nincsen nálam, én egyébként pirított magot szoktam használni, azt is akár össze lehetne zúzni, vagy egy turmixgépbe betenni. Azért, hogyha pirított magot vesz az ember, az általában már megvan sózva, úgyhogy én akkor plusz sót nem szoktam hozzáadni, itt egy icipicit teszek hozzá, és ezt elkeverem, és kicsit félre is teszem, addig, amíg felvágom a lazacot és a többi hozzávalót.
Igazából ez a szendvics nem annyira bonyolult, viszont annál finomabb. De néztem, Timi, hogy itt lent vannak nektek saját készítésű szendvicseitek. Ezeket a krémeket is itt házilag készülnek, igaz? Igen, nagyon szeretnénk, hogy ebben is eltérjünk egy franchise kúttól, vagy egy átlag benzinkúttól. Nem szerettük volna semmiképp ezeket az előre csomagolt szendvicseket árusítani. Ezért itt helyben a kollégáink készítik. Többféle szendvicsünk van, kedvezünk a vegetáriánusoknak is, van padlizsános, tojáskrémes, ami húsmentes, illetve van egy tiroli, fekete erdei sonkás bagettünk, illetve egy pulled porkunk, ami egy főétellel is felér. Ez a pulled pork dolog, ez tetszik nekem nagyon. Hogy készítitek? Mert én nekem ez nagy kedvencem. Magát a húst, azt biosertést vásárolunk, és ez van sörben, hagymákban, lassú tűzön sütve a sütőben, és utána ez szálaira szétesik. Magát a csabattát azt betesszük megpirítani, megkenjük egy nagyon finom hagyma majonézzel, és akkor erre megy a forró húsi. Jó hangzik. És a káposzta saláta mellé. Folyik is a nyálam. Lehet, hogy megkóstolom ezután a lazacos szendvics után. Én a lazacot most így felvágom. Nem kell annyira vékonyra, egyébként lehet már eleve szeletelve kapni, én szeretem ezt így magam vagdosni. Szoktam otthon én készíteni olyat, ami hasonló állagú, hogyha lazacot bepárcolják cukorba, sóba, egy kicsi kaporral, akkor az ugyanígy kiszívja a felesleges vizet a lazacból, és akkor tovább beláll. Hasonló jó ízű tud lenni, mint egy füstölt lazac, de most én direkt füstölt lazacot hoztam, mert eredetileg nekem ez a legkedvesebb szendvicsem. Hogyha nagyon éhes vagyok, meg nagyon-nagyon kedveskedni akarok magamnak, hogy nem volt olyan jó hetem, akkor mindig ilyet készítek magamnak. Mikor ezzel meg vagyok, igazából felvágom a paradicsomot is. Nem túl vékonyra felvágom a mozzarellát. Én ilyen vizesebb mozzarellát szoktam használni, nem azt a száraz pizza mozzarellát. Tudom, hogy ez nem grilleződik annyira, de én ezt jobban szeretem. Ez ilyen krémesebben olvad. Igen. Nem lesz egyébként az a klasszikus meleg szendvics, tehát nem fogom ezt nagyon sütni. Egy langyos szendvics lesz. Csak így épp, hogy megolvadjon. Igen. És akkor egyszerűen csak annyi, hogy egy frissen pirított kenyeret, vagy egy frissebb kiflit felvágok. Csabattával is nagyon jó ez a szendvics. És akkor ezzel az előkészített mondjuk, hogy pestoval megkenem a kenyeret. Még egy kicsi olívaolajat adok rá, hiszen nem lesz alatta se vaj, se egyéb más zsíradék. És akkor jöhet a lazac. És végül a mozzarella, és így fogom majd berakni a meleg szendvics sütőbe vagy a grillbe. Hogy nyugodtan a sütőn bekapcsolják a grill fokozatot, akkor az tökéletes lesz. A tetejét szándékosan nem készítettem el, hiszen majd amikor kész a meleg szendvicsünk, akkor egy kevés rukkolát szórok rá, egy icipici olívaolajjal ezt meg fogom kenni. Egy kicsit megpirítom, tehát így ezt a két szendvicset, vagy hát ezt a két fél kenyeret beteszem a sütőbe, és rögtön jövünk. Elkészült a szendvicsünk, most egy kicsit ilyen sápatnak tűnik, mert ugye megmelegítettük a lazacot is, egy kicsit vesztett abból az üde korall színéből. Úgyhogy még egy icipicit én ezt feldekorálom, egyrészt ízben is ad hozzá, szerintem meg látványban is. Fekete morzsát szórok rá, nem kell aggódni, ez nem só, hanem ez darált oliva bogyó megszárítva. És egy kis rukkolát még rakok rá, mert ez még egy kicsit üdébb ízt tud neki kölcsönözni. Nem mindenki szereti, úgyhogy nem rakok bele olyan sokat. Megpirítottak a tetejét is, arra még egy kevés olívaolajat öntök. Kedves nézőim, ez az én kedvenc szendvicsem. Remélem, hogy neked is ízleni fog, és remélem, hogy önök is elkészítik otthon. Jó étvágyat kívánok! Remélem, ízlett a szendvics, Timi.
Úgyhogy én most nagyon várom, hogy most átadom a stafétát neked is, hogy készítsen te valami finomat. Oké, akkor csinálunk egy joggofrit. Először finom lisztet használunk hozzá, amelybe belekeverjük a száraz összetevőket. Aha, sütőpor. Egy kis cukor. Aha, és ez? És egy csipet só. Aha, na gondolkoztam, mondom, hogy vagy mi kettő. Lehet. Vagy kettő. Oké, ezeket egy kicsit össze. Tiszta profi vagy, olyan vagy, mint hogy ilyen műsorokat forgatnál. Na, minden nap este látom, hogy tökre előkészítél. Igen. Aztán kell hozzá három tojás. Külön leütöm, nehogy az egyik rossz anyám, és így külön teszem bele. Figyelj, szerintem viszlek magammal legközelebb, bárhol megyek. Beállok segíteni szívesen. Megmondom őszintén, hogy én nem vagyok, a gyerekeim biztos sajnálják, de nem vagyok egy nagy gofrisütő, sőt palacsintás sem, mert úgy kezdtem el főzni valaha, hogy 14 éves koromtól dolgoztam egy büfében, amikor nyár volt, mindig mentünk, és ott állandóan én voltam a palacsintás, és ilyen napi 1000-2000 palacsintát kellett sütni. Na hát két napig ettük, és onnantól kezdve bármennyit tehettünk volna, nem eszünk. Úgyhogy a szegény gyerekek ezt így most megsínylik, úgyhogy most ezt ellesem tulajdonképpen. Hát, ha ízlik ott. Meg gofrisütő egyébként van otthon, de sose csináltunk benne még semmit. Akkor most itt lesz az alkalom. Oké, kell még bele olaj. Aha. Ettől nem fog ragadni. Tehát ettől nem fog ragadni, és akkor nem kell. Aha, az elsőnél lehet, hogy nem árt, hogy egy picit befújod ilyen sprével, vagy kicsit megkened, de utána nem kell hozzá. És akkor kell bele még víz. Ezt így nem baj, hogyha fokozatosan tesszük bele. Ez mind belemegy, vagy érzésre? Ez mind belemegy, aha. Illetve attól függ, hogy milyen a liszt. Azért ez menő, hogy egy benzinkút ilyet készít frissen. Tehát, hogy én nem tudom, hogy van-e ilyen kút meg az országban, ahol most nem azért tényleg, hogy itt dicsérjelek titeket, de az, hogy házi szendvicsek vannak, szerintem az is nagyon jó dolog, de az, hogy házi gofrit készítetek frissen, az tényleg menő. Fontos szerintem, hogy jót adjunk, hogyha egyszer csinálunk valamit, akkor azt csináljuk jól. És ezt egyébként kell állni hagyni, vagy jobb, hogyha frissen kevered? Nem, a legjobb az, hogyha frissen bekevered, és akkor aha, sütöd rögtön. Ja, mert a sütőpor, az igen, van, kidolgozza magát. És akkor igen, ennyi? És igazából meg is vagyunk vele? Ha sikerült nagyjából csomómentesre keverni, akkor süthetjük. Már jó ideje melegítjük a sütőt, ha jól gondolom, akkor ez fontos, hogy forró legyen. Igen, fontos, hogy... Van oda ragadna, igaz? Főleg az otthoni gofrisütőknél szerintem teljesen maximumra fel lehet csavarni a hőmérsékletet, és akkor jó lesz. Hát akkor süss. Várom, nagyon. Azért ez egy komoly gép. Igen. És akkor gondolom nem kell teljesen telerakod, de és akkor úgy... Hát, telerakom. Aha. De látszik is, ahogy jön föl. Hát csuké? Aha, lehet. Okay. Körülbelül meddig szoktad ezt sütni? Egy pár perc, amíg érzed, hogy a teteje elengedi a gofrit. Amíg nem engedi, addig nem szabad felnyitni erőszakkal. Aha, persze, mert szétszakad gondolom. Uh-huh. És mit fogunk beletenni, vagy rá a tetejére? Hát erre több opció van. Én a legjobban a friss gyümölcsöt szeretem tejszihabbal, vagy az esetleg nutellát. Hát, hogyha jó a tészta, igazából sok akkor minden nem kell rá, én azt gondolom. Igen. És most kinyithatom? Próbáljuk meg. Hú, nagyon jól néz ki. Szerintem kész. Akkor ki is lehet szedni? Uh-huh. Ezzel szoktad? Vagy mivel szoktad? Vagy egy jó kést tönkretenni, sose rossz. Ide teszem. Hú, nagyon jó. Én is csinálhatok egyet, addig, persze, amíg te ezt feldíszíted vagy. Amúgy érdekes, mert én azt gondoltam, hogy ebbe kell te is.
De lehet, hogy így könnyedebb a tésztája, nem? Mert amúgy is elég igazából lágy. Attól lesz ropogós, hogyha nincs bent tej. A tej az belágyítaná a tésztát. Na, megint tanultam valamit én is. Tudod mit, Timi? Én szívesen rányomom a havot, és akkor megkérlek, hogy te meg díszítsed fel nekem, jó? Egyébként, hogyha csak tejszínhabbal díszítjük, akkor célszerű egy kicsit várni, hogy ne legyen tök forró, mert azon el fog rajta folyni a hab. Elég, hogyha langyos. Timi, nagyon köszönöm, hogy megmutattad nekem a kutat, és hogy megmutattad, hogy hogy kell egy jó gofrit készíteni. Most hogy a gyerekek számon kérik tőlem otthon, vagy rajtam. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és önöknek meg jó étvágyat kívánok, és két hét múlva ismét találkozunk. A kreatív séf Nagy Eszter konyháját a Konyhapont álmodta meg. Az ételekhez a húst a Széles Húsüzlet biztosítja.